is, mint Kína, India, Vietnám, akiknek nagyon hosszú évezredes történetük van, és ennek a történetnek a során soha semmi közük nem volt a zsidókhoz. Legalábbis egészen marginális. A Kínában éltek zsidók, meg Indiában éltek zsidók, de az ő befolyásuk a kínai, meg az indiai kultúrára egészen marginális. Ezek az országok most ismertetnek a zsidókkal, és most ismerjük meg az újfajta zsidó gyűlöletet is, és ezeknek az országoknak az integráció a világ nemzetközi közösségébe, ezt is ennek megtanulják a zsidókkal kapcsolatos sztereotípiákat. És sokféle sztereotípiákat megtanulnak, állítólag Koreába, Kínába nagyon, nagyon kíváncsiak arra, hogy a zsidók mitől olyan hatékonyak, mitől olyan eredményesek, és oda jutottak, hogy a Talmud az nem egy ilyen agyunkat élesítő eszköz, népszerű különböző Talmudról szóló költemények. Szeretnék ők is megtanulni azt a hatékonyságot, mert ezek hatékonyságra törekvő társadalmak, azt a hatékonyságot, amit a zsidóknak sikerült elérni. Tehát sok oldalú módon, sokféle módon ismerkedünk a zsidókkal, és az izraelellenes zsidóellenes sztereotípiák, amit az ENSZ-ben vannak, az ennek az egyik módja. Így tehát a zsidóellenes sztereotípiák Izrael ellenes sztereotípiák formájában szétterülnek a világban, és immár az Európán is a monoteista civilizáción kívül népek is megismerkednek ezzel, így van alkalmuk illik azt, hogy ezeket az előítéleteket provokálják. Tehát én úgy gondolom, hogy strukturálisan, úgy mondjam, gondoskodva van arról, hogy ezek a zsidóellenes előítéletek, ezek tovább fejlődjenek, gazdagodjanak, növekedjenek, legyenek egyre változatosabbak, és ezáltal miután ezek a zsidóellenes küzdelmek formálisan a palesztin népre vannak, így mondjam, delegálva, a palesztinokat mindenki változatban libidnek tekinti, a palesztinok szenvedését mindenki a szívén viseli, tehát így a mechanizmus is ki van alakítva arra, hogy ezek a gyűlölködő mechanizmusok, ezek újra termelődjenek és fönnfelelően tartva. Ez az én pozitív konklúzió. Függelékként elmesélném azt, ami tegnap történt. Tegnap zárult a Verzió filmfesztivál, ami egy ilyen emberjogi témákat felvonultató filmeknek a szemléje. Nagyon érdekes filmek vannak egyébként. Szerepelt a kínálaton egy izraeli film és izraeli baloldali elkötelezettségű rendezőnek a film. Az ügyvéd az volt a címe, egy izraeli ügyvédnőt mutat be, aki palesztin terroristákat véd. Ezért kellőképpen közutállatnak örvend Izraelben. A film két esetet mutatott be, az egyik volt egy 13 éves fiú, aki a 15 éves bátyjával kimentek az utcára, és nekiállták a járókelőket megkéselni. Két járókelőt sikerült megkéselni, egy 13 éves izraelit, meg egy felnőttet. A film bemutatta, hogy az ügyvédnőjének a filmnek felvállalja, a 15 éves lelőtték. A 13 éves az megsebesült, de nem súlyosan, az izraeli rendőrség elfogta. Ezek után bemutatták a 13 éves fiú elleni eljárást, amely az ügyvédnő értelmezésében tele volt jogi hibákkal, elfogultságokkal, megengedhetetlen visszaélésekkel, tehát nagyjából az jött le a filmből, hogy egy szerencsétlen 13 éves palesztin gyerek, aki egyáltalán nem akart komolyan késelni, mert valami víz hangját magához, és azzal ment ki az utcára, és nem is volt akart a vérnyomó. Tehát egy szerencsétlen 13 éves palesztint zaklatnak, megaláznak, és végül börtönbe ítélnek, hogy kell a bizonyítszik. És hát ebben az eljárásban tényleg lehettek hibák, én ezt nem is vitatom, csak a háttér hiányzott az egészből, hogy mitől meg egy 13 éves gyerek késelni az utcára.
és ezzel a film nem foglalkozott, nem tartotta feladatának, mint hogy nem tartotta feladatának azt se, hogy bármit elmondjon arról a másik 13 évesről, akit megkéseltek. Egy, a film után egy ilyen kerekasztal beszélgetést rendezte, engem meghívtak, és én elmondtam, hogy a palesztin területeken indoktrináció folyik, felolvastam ezeket a példákat, és hogy a gyerekek emiatt az agyosabb állapotok miatt is mennek ki az utcára késen. A rendező azt mondta, hogy ügyesményben nem hallott, a rendező részese volt a vitának. Egy hozzászóló megkérdezte, hogy az izraeli kormány alkalmazásában állok-e. Tehát ezek a, az a mondani való, amit én ott előadtam, az ott úgy hangzott, mint hogy direkt oda mentem volna köpködni. Tehát nem fogadták szívesen, ennek a fesztiválnak volt ugye egy atmoszférája, amely bemutat szerencsétlen elnyomott etnikumokat is, bemutat uralkodó, domináns, erőszakos nemzeteket. Ennek a fesztiválnak van egy ilyen narratívája, és a, tehát vannak top-dog, meg underdog kategóriába tartozó szereplők, ezek világosan el vannak különítve, és ha valaki ezeket megkérdőjelez és összekeveri, és pláne előad valami olyasmit, mint az izraeli kormány, hát az nyilvánvalóan komolyan nevetséges. Tehát én egy elég szerencsétlen helyzetben kerültem ott. A lényeg az, hogy ugye ez egy rendkívül progresszív fesztivál, általában a progresszív gondolkodókat és a így érző embereket vonza magához, és ebben a közegben, ebben a progresszív közegben palesztinokat nyomorgató, sanyargató izraeli hatalmi gépezet az tökéletesen be lett mutatva, példájaként annak, hogy ez az izraeli kellőjétek, ez milyen rendben működik, és e-mail itt a tegnapban is sikeres módot látnak, hogy hogy lehet ezek az erőtét átolják. Egy fesztivál? Verzió. Ja. Igen. És ez, amit én kivettem, ez volt az ügyvédnő? Igen. Sajnos nagyon jó. A film maga amúgy egyébként nem mondom, hogy nem jó. A film maga nagyon érdekes, csak az üzenete, politikai üzenete az, ami szerintem megfontolásra kéne, hogy így a szervezőket, de senkinek nem jutott ilyesmi eszébe. Bocsánat, tehát pont ezzel tudnak filmulni, ez az a szörnyen, az egészben, hogy ez most már rendezők is az amerikai doktrina alapján tulajdonképpen olyan felüzenetű filmeket gyártanak, ami egyszerűen elképesztő, hát biztos hallgatok, arról, hogy három zsidó gyereket elraboltak, és a felszínt is megölték. És a film egy zsidó, nélkül egy nagyon jó rendezőnek a film, most éppen a nevek kiugrott, de nagyon sok, nagyon jó filmet rendezett korábban. Eljutott Amerikában, és az ottani hangulatnak megfelelően, ha ő lábban akar maradni, akkor a film arról szólt, hogy ezek után volt egy olyan eset, hogy izraeli fiataloknak égettek, elégettek egy palesztin fiút, és gyakorlatilag erről szól a film, nem arról, hogy ez minek a következtében alakult ki, mert kétségtelenül mindenki elítélje azt, amit a zsidó fiatalok csináltak, de azért a dolognak az eredője az volt, hogy három zsidó fiatalt megöltek. És erről szinte alig volt ebben a filmben szó. Tehát és ott belegondoltuk, ott van a híres izraeli származású színésznő, akinek szintén nem tudtam, hanem az öregség ott van a szentításhoz vezetett, nem emlékszem, hogy aki elkezd megint hülyeséget mondani, mert egyszerűen ez a követelmény. Tehát Amerikában, a Hollywoodban, ha valaki ott karriert akar csinálni, akkor nem mondhatja azt, hogy valamiben támogatja az izraelieket. Nyilván a hollywoodi atmoszféra az rendkívül erősen baloldali, kisebbségvédő elnyomás ellen, és hát ugye az amerikai zsidóknak, akiket örökké megvárolnak, az ő kezükben van az egész hollywoodi
filmipar, ebben kétségkívül hogy jelentős szerepük van, az, hogy Hollywood az egy ilyen antirasszista, kisebbségvédő szellemiséggel működik, és egy valamire való hollywoodi filmben mindig kell fekete szerepelni. Az elnök legyen néger, nő, homoszexuális. Igen, ezeknek ez egy nagyon mély meggyőződés. Mert hogyha minden kisebbséget megvédünk, akkor mi zsidók is meg leszünk védve. Ott, ahol minden kisebbségnek jó, ott nekünk is jó lesz. Nem működik, ugyanúgy nem működik, ahogy a kommunista zsidóknak az ideális sem működött, akik azt mondták, hogy ha az elnyomottakat mind megvédik, akkor mi is meg leszünk védve. Minden ideológiát ki lehet torzítani, minden ideológiát ki lehet facsarni, minden ideológiának a világában vannak jók és rosszak, és ennek által minden ideológiában meg lehet vádolni a zsidókat azzal, hogy ők a rosszak. Tehát a zsidókat a kommunista mozgalomban megvádolták azzal, hogy kozmopoliták, nem valódi kommunisták, ugyanúgy ebben a új politikailag korrekt kisebbségvédő világban is meg lehet vádolni a zsidókat, hogy cionisták, elnyomók és rasszisták. Az ideológiák nem védenek meg. Akik azt hiszik, hogy valami ideológia meg fogja őket védeni, zsidó részéről azok valószínűleg újra és újra átélik ezt a tévedést. Azt azért eljegyszük, hogy szerintem azért szögezzük le, hogy itt azért a szovjet blokkban sosem állt be az az állapot, hogy a kisebbségeket nem üldözték volna. Tehát nem az történt, hogy a Szovjetunióban és Kelet-Európában maga volt az ígéret föld, ez a világ, és csak a zsidóknak volt szívás. Tehát azt az univerzalista tételt gyakorlat alapján egyelőre nem tudott cáfolni, hogy ha valóban minden kisebbség üldözése megszűnik, akkor a zsidók üldözése is megszűnik, mert hogy még nem volt olyan ország, legalábbis Kelet-Európában, ahol megszűnt volna a kisebbségek üldözése. Hát Kelet-Európában, meg a Szovjetunióban volt egy kezdeti időszak, egy nagyon rövid időszak a Szovjetunióban, amit tudom én, az első sztálinista lelkig, Kelet-Európában. De nem is üldözték akkor a zsidókat jelentem. Nem, mert ezt mondom, hogy nagyon rövid ideig nem üldözték. De igen, magyarán épp azt bizonyítja a dolog, hogy amikor nem üldözik a kisebbségeket, akkor a zsidókat sem üldözik. Mert te most azt mondtad, hogy az emberek üldözése általános megszüntetése nem védi meg a zsidókat. Én azt mondom, hogy de igen, megvédi, csak nem volt olyan rendszer a Elbától Vladivostokig, amelyikben tartósan megszűnt volna az emberek üldözése. Hát a kommunista rendszerben egy darabig nem üldözték azokat, akiket állítólag felszabadítottak. Tehát a munkásokat egy darabig nem üldözték. Aztán megindult a sztálini gépezet, és mindenki áldozattá vált. De olyan, hogy a Szovjetunió nem teremtett ki olyan ideológiát, hogy a munkásokat üldözni kell. Őket forma szerint nem üldözték. Tehát a kommunista mozgalom arra esküdött fel, hogy fel fogja szabadítani az elnyomott osztályokat. És az elnyomott osztályok teljesen más struktúra alatt, a munkások, parasztok, azok teljesen más struktúrákban kezdtek élni, de formálisan őket nem kezdték üldözni, és nem honosítottak meg egy olyan ideológiát, hogy nekünk ezek az ellenségeink. Formálisan ezek hatalomra kerültek. Tehát volt egy elnyomott csoport, amely forma szerint boldogult, mert a továbbiakban nem üldözték. A parasságot végig üldözték. Hát a munkásokat is végig üldözték, mert... Igen, de úgyhogy beszélünk. Igen. Most arról van szó, hogy valójában ez kb. Olyan, mint hogy az előbbi német hazafiság példa. Tehát, hogy attól, hogy azt mondják, hogy munkásparaszt hatalom, de még ez nem munkásparaszt hatalom a Szovjetunió. Nem, de a zsidókat aztán külön elkezdték még specifikusan. Kétségbe, de a tatárok sem csekettek olyan nagyon.
Tehát sok mindent így üldöztek, azt mondja, tudjuk, hogy ilyen, olyan, olyan után fogva, igen, és ezek egyrészt etnikai, meg... Én meg... most nem arról az, hogy mi volt a Szovjetunió, hanem inkább arról, hogy ma mi történik, hogy a liberális nyugati világban pont az értelmiség, a baloldali értelmiségiek, az egyetemek, az egyetemi kampuszokatok a legdurvábban kiszemít a fórumon. Ez az aggasztó, és az a rengeteg félre médiában megjelenő hazugság, ami erről az egész konfliktusról létezik, és az egésznek a beállítottság az, az a fajta ideológia, hogy minél jobban be tudom bizonyítani, hogy, hogy szerencsétlen vagyok, annál inkább támogatásra szólok, és annál inkább igazam van ennek, és aki sikeres, aki, aki kitör valamilyen nyomorult helyzetben, ből az biztos, hogy vagy korrupt, vagy egyszerűen nem ért arra, hogy és el kell venni tőle. Nézzük meg, hogy milyen ideológiai bölcsöket kap az ember, ha csak elolvas egy tüntetésnek a kirandásában, hogy miről beszélnek. Gyakorlatilag olyan, mint a Szovjetunió kommunista világát állodnák vissza, csak nekünk nem volt nekik tapasztalatuk arról, hogy ez milyen. Én mondtam azt, Én mondtam azt, hogy a 20. században különféle ideológiák léptek fel, amelyek különböző csoportoknak a felszabadítását hirdették. A kommunizmus hirdette az elnyomó gazdasági struktúrák szerint elnyomott osztályok, a munkások és a parasztok felszabadítását. Amikor hatalomra került, nem tartotta be az ígéretét. Ez a mai polkorrekt nyugati baloldal pedig hirdeti másfajta alapon elnyomott osztályoknak a felszabadítását, mint amilyenek a melegek, mint amilyenek a különböző levándorló és etnikai csoportok. És nekem az a tapasztalatom, hogy megint azt látjuk, hogy ahogy a Szovjetunióban ez a felszabadítás túlfutott és agresszívvá vált, és elkezdték üldözni először a vagyonos osztályokat, és kulákokat és burzsúlyokat. Először ugye eliminálták az igazi kulákokat, meg az igazi burzsúlyokat, aztán utána mindjárt kulákokat és burzsúlyokat láttak mindenkiben. Tehát ez az üldözési hisztéria, ez nem maradt abba. Valami hasonlót érzékelnek a mai polkorrekt nyugati világban. Minél inkább akarjuk megvédeni a kisebbségeket, minél inkább akarunk neki teremteni egyenlő